második hazai meccsünket is 3-0-ra nyertük. Azt nem lehet mondani, hogy nagyon sok néző volt, de a hangulat az remek volt. Milyen érzés a Vasasban röplabdázni? Hát különös még abban a csapatban játszani, amelyik több mint szinte 12 éven át úgymond az egyik legnagyobb riválisom volt, vagy annak a csapatnak a riválisa volt, amelyikbe játszottam. Hát a hangulatra nincsen panasz, de az arra sose volt, szóval bármikor, mikor itt voltam, akkor a szurkolótábor volt, és ebből a szempontból jó egy ilyen csapatban játszani, ahol ennyien támogatnak kintről. Hogy halad a beilleszkedése? Hát nagyon jól, hiszen csupa velem egykorú játékossal lánya vagyok körülvéve, ezért az érdeklődési körünk is egyforma, így szerintem nagyon gyorsan megy a beilleszkedés, mint emberileg. Az, hogy egy csapatot összerakni mennyi idő, az majd tényleg csak a sok-sok munkán fog múlni. Milyen volt ez a mai meccs? Csak úgy, mint a Békés Csabai, ez is igen hullámzó volt, de nyertünk, és a győzelmet nem kell megmagyarázni. Ez így van. Az első és a harmadik játszma nagyon fölényesen, a második játszma az egy kicsit nyökögött, ez mitől volt? Fogalmam sincs, nem tudom. A mi edzésen is nagyon sokszor probléma, hogy nem koncentrálunk eléggé, nem vagyunk ott fejben, apró pici hibákat csinálunk, amiket elkezdünk agyalni, és ez újabb hibákat eredményez, és szerintem ebbe a csapdába estünk bele, és ez az, amit... Tehát mivel nagyon fiatal csapat vagyunk, játékosoknak a fele a pályán, még csak most játsza szinte az első NB1-es mérkőzéseit, és ezeket a hibákat kell megtanulniuk kezelni, és tovább lépni rajtuk.